Na de hova tűnt a Star Trek? Könyörgöm, egyetlen egy oka van annak, hogy az embernek van értelme. Előfizetni a szkális ra az az, hogy szinte az összes létező Star Trek produkcióhoz elérhető rajta. Ez a szemben most már néhány hete nem elérhető, és olvastam egy olyan kommentet, ahol valakinek válaszoltak, és bemásolták azt, hogy mit is írtak. És ott az a szöveg állt, hogy nem tervezik egyelőre folytatni a Star Trek sorozatokat, tehát nem fognak visszakerülni a produkciók. A Sky Show Time kínálatába. Én a pedig felmetül bennem az a kérdés, hogy akkor mégis mi a jobb büdös francér érdemes a Sky Show time ra előfizetni? Hogy lett egy iszonyatosan impozáns, a jövőbe előremutató streaming szolgáltatás érzését magából keltő produkcióból, vagy inkább streaming platformból az utóbbi évek egyik legnagyobb csalódása, legnagyobb kiakasztóbb, legkiábrándítóbb története? Mert most már azért mint egy éve az életünk részét képezi a Sky Show time, és az igazság az az, hogy továbbra is csak negatívan tudunk erről a platformról nyilatkozni, holott az esély az minden mértékben meg lehetett volna, ami azt illeti szerintem még mindig meg... hát... Tök leszek, nem tudom, hogy a Sky után megmenthető-e. De ha eltüntetik róla a szeretek sorozatokat, akkor felvető bennem az a kérdés, hogy akkor mégis milyen olyan produkció van, amiért nekem egyszerű mezei nézőnek, előfizetőnek érdemes előfizetnem a streaming szolgáltatásra, ezen a mostanában. BMW Shorts. Hova tűnt a Ha valami frappánsat szeretnék mondani, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy az Enterprise fedélzetén kihajóztak az űrbe az űrszekerek. Ha, ha, ha. De a helyzet az, hogy Igazából nem tudom, mert szeretném azt mondani, hogy ez egy nagyon könnyű helyzet, a streaming szolgáltató levette a kínálatából, nem tervezi visszarakni ennyire egyszerű, pofon egyszerű, fajék egyszerűségű magyarázat, amivel elő lehetne állni, csak hogy a helyzeten én szerintem sokkal, sokkal komplikáltabb, ami a Sky Showtime mi voltából is fakadhat, illetve a Paramount helyzetéből is fakadhat, illetve azokból a tárgyalásokból, amiket jelenleg prób bálgatnak folytatni a Paramount Plus amerikai integrációját, illetőleg, illetve jövője szempontjából, amik azért elég kérdésesek, illetve elég sok kérdőjel merült fel ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Úgyhogy a helyzet igazából az, illetve nyilván ugye a Paramount helyzetéből fakadóan az is benne van a pakliban, hogy bármikor eladhatják a startup produkciókat, innentől kezdve pedig nem biztos, hogy ők rendelkeznének a jogokkal. Ergo nem biztos, hogy egy európai magyar streaming szolgáltató vagy streaming platformnak érdemes lenne megvenni, miközben valószínűleg nem sokan nézik ezeket a produkciókat. Mondanám azt, hogy egyébként, hogy okkal kérdezik. Le, de valószínűleg nem okkal kerültek le. Csupán tényleg arra van szó, hogy nem látják az értelmét annak, hogy visszategyék ezeket a produkciókat. Noha nemrég készült hozzá botrányosan szar új szinkron, de a lényeg az az, hogy kapott magyar hangot. Mivel magyarok vagyunk, ezért örüljünk annak, hogy egyetlen van róla, a platformon. Szóval kezdjük ott, hogy a Sky Show Time egy érdekes hibrid. Egy érdekes hibrid szolgáltatóként jelent meg a magyar piacon, meg hát ugye Európa több számos országában is. Nyilván a Paramount és a Universal Studio szerelem gyerekéről van szó, ergo mindkét stúdió kínálatából kellene, hogy tartalmazzon dolgokat, és ezt egyébként bizonyos értelemben meg is tudja tenni bizonyos értelemben. Nyilván vannak olyan országok Európában, ahol Paramount Plus még létezik, illetve hát az már ugye megy. Pikek nem jött be nagyon Európába, ők inkább így partnerséget próbáltak kötni bizonyos piacoknál, és ebből lett a Sky Showtime, ami nyilván azért Európa legtöbb országában azért egy no name brand, hiszen Magyarországon sem igazán ismerik azt, hogy Showtime. Nyilván azért, amikor a Dexert meg hasonló típusú sorozatokat néz az ember, akkor azért találkozik azzal a kifejezéssel, hogy Showtime, és egy kicsit jártasabb az ember ezekben a dolgokban, akkor azért van némi hát segít fúvallat arról, hogy mi is lehet az, hogy Sky Showtime, vagy hogy Showtime, vagy hogy önmagában az az életérzés, ami, ami próbál árulni ebből a, ebből a dologból. A probléma igazából nem is abból fakad feltétlenül, hanem nyilván abból, hogy milyen arányban oszlanak meg a tartalmak. Szerintem viszonylag azért relatíve kevesebb a univerzálos produkció, legalábbis nekem abszolút ez volt az érzésem, meg, meg talán még mindig ez. No, azért nem vagyok százszer, biztos abban, hogy melyik produkció melyik stúdiónak a gyermeke. Nem is kell feltétlenül tisztában lennem vele. Azt, azt érzem, hogy ez egy két stúdiónak a szerelem, Gyermek, és ebből kifolyólag pedig a krémnek a krémiét próbálják meg belecsempészni, ami néha összejön, néha pedig furrandom, mint például teszik ezt a különleges ügyosztályjal, hogy furrandom évadok kerülnek föl, illetve lekerülnek róla a különböző szezonok, és hát igazából a különleges ügyosztálynál is szerintem tegyük össze a két kezünket annak érdekében, hogy Uber Frank párt sikerült visszaszerezniük több mint tíz év után, úgyhogy őt szerintem az elmúlt, sőt, igazából a különleges ügyosztály és én szerintem semmiben nem hallottam az igényt a világon. most meg, most meg visszatért a régi szerepében, rendes ugye a különleges ügyosztályban nagyon-nagyon ritkán, relatívan nagyon ritkent, szereplő, visszatérő karakter bőrébe bújhatott, és ez felvetett benne olyan kérdéseket is, hogyha már egyszer egy ilyen neves színész vagy szinkron hangot sikerült nekik visszacsábítaniuk, akkor, akkor vajon mi a helyzet a, az ő spin-offjával? Mert az, az, még mindig nem elérhető a, a streaming platformon, viszont az eskütelenségek, az eredeti az új három évada az mind elérhető a platformon, és nekem, nekem ez egy icike piciket, irinyúk a pirinyúkat jelen nagyon furcsán vetik, veszik ki magát, hogy ez így matematikailag, hogy, hogy lehetséges, hogy, hogy az Organized Crime az még nem került fel a streaming platformokra, de mindegy, ennél, ennél sokkal zűrösebb, sokkal nagyobb problémák is vannak. Lényeg a lényeg, hogy a Sky Showtime rendszeresen havi több száz filmet, illetve epizódot, vagy évadot szokott eltüntetni a kínálatából, nyilván azért, hogy rotálja a meglévőket, és Igazából ez a filmeknél még nem is feltétlenül annyira nagy probléma, hiszen ezek nagyon sok esetben csak adminisztrációs okokból kerülnek le, egy-két nappal később már akár vissza is kerülhetnek, vagy egy-két hónappal később visszakerülhetnek. Nekem most ugye nagyon ciki volt ez a Beverly Hills Ö, első három része lekerült a Sky Show a kínálatából. Egy héttel az új rész premier pedig nem tudtam megnézni, viszont vagy két héttel az új, nem, szerintem, szerintem, egy héttel az új, új rész előtt nem tudtam megnézni, pár nappal korábban kerültek vissza, és akkor a harmadik rész már ott meg tudtam nézni. De az, azért nekem ez így nagyon szorul esik egyébként, mint előfizető, hogy én tulajdonképpen fizetek egy szolgáltatásért, ahol ennek a produkciónak, tartalomnak elérhetőnek kellene lenni, pláne azt feltételezni az ember, hogy hát igazából ti is tudjátok, tiszta voltok vele, hogy jön a negyedik rész, oké, okay, hogy a netflix érkezett, de, de, attól az még egy olyan contentnek kellene lenni, ami, ami egyrészt örökzöld, a magyarok imádják, másrészt meg nem fogod levenni ilyen gyorsan, vagy ilyen közel egy, egy folytatás film, vagy bármiféle egyéb premier dolog előtt hát ők levették, eltűnt egy időre, aztán visszatették, visszakerült. Én pedig, én pedig, abban a szerencsétlen helyzetben találtam magam, hogy hát akkor egy megoldás van, és akkor azt az egy megoldással kellett élni, ami, ami nekem kényelmetlen volt, nem szeretem, nem élvezem, iszonyatosan megnehezítette az életemet, szemben azzal, hogy csak megnyomok egy gombot, és, és akkor mehet is a lejátszás. Szóval, hogy nagyon-nagyon rossz szájízt hagyott bennem ez az eset is, meg egyébként nagyon sok egyéb olyan eset, ami, ami szerintem egy szkású kapcsolatban egyébként jelen van. Az is például nézem a Grimm sorozatot, a harmadik évad közepe vége felé tart. Tartok, és ugye néhány héttel ez a, a múlt hónapnak a végén lekerült a negyediktől hatodik évadig a sorozat, és akkor kvázi ott vagyok, hogy eljutottam, val eljutott nagy nehezen fél távig, ami, ami tőle már egy gigantikusan hatalmas dolog. Erre, erre azok szembesülnöm, hogy hát jó, eljutottam ideig, de hát akkor pukkadj meg, mert hogy ezt folytatni itt biztos, hogy nem fogod. Meg most, egy darabig. Úgyhogy én egy kicsit úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy, hogy, addig, amíg, amíg, csak filmekkel csináltak ezt a rotációt, addig el voltam vele, nem zavart különösebben, de onnantól kezdve, hogy ez már nem csak filmekkel csinálod, eltűnődöm rajta, hogy vajon az árért Arányban, ami számomra az egyik legfontosabb dolog, pláne egy a mai világban, pláne a digitális lezsikorában, korában, mennyire éri meg a Sky Show Time. A problémám nekem tovább is az, hogy 1400 forintot még így is megér. Nyilván azt, hogy nem tudom nézni bármikor, bármelyik Trek sorozatot, amiket szeretném, az nem jó. A Yellowstone fönn van, még mindig nem jutottam el odáig, hogy, hogy tudjak foglalkozni, tehát igazából ez egy ilyen halottnak a csók jellegű dolog az én részemről. Meg nyilván rengeteg más produkció is fönn van, de nagyon kevés az újdonság, iszonyatosan kevés dolog kerül fel, a legtöbb sorozat az heten, heti egy szokott landolni a platformon, és, és, úgy igazából nagyon sokszor azt érzem, hogy, hogy, hogy ez ilyen tök jó, de olyan semmi. Teh, tehát, hogy rotálják a filmeket ezerrel, meg közben észre sem veszed, hogy mi az, ami eltűnik, de már következő a akár vissza is jöhet, de közben meg valahogy az, az van benned, mint, mint mezei egyszerű nézőben, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudom, mi van ezen a kínálaton, mert, mert olyan szintű rotáció van, és ez biztos, hogy valakinek nagyon-nagyon jó. De, de például, hogyha van egy annyira ikonikus, sőt, igazából a Paramondnak a legikonikusabb franchise, az tök egyértelműen a Star akkor feltételezed azt, hogy van egy streaming platformod, akkor azt, ami a húzó neved, meg amit szeretnél akár az adott országban is népszerűsíteni, nem fogod egyszerűen levenni. A kínálatból jelenleg ugye a hivatalos álláspont az az, hogy sajnos jelenleg nincs terben, hogy a StarTech visszatérjenek a Sky Time-ra, és hogy ez mire vezethető vissza, akkor gyorsan most ugorjunk neki ennek a történetnek, mert nagyon úgy néz ki, hogy a Sky Show Time ezt komolyan gondolta, hogy nem teszi vissza a húzó produkcióját. Őszinte leszek, amilyen szinkronokat készítettek az új sorozatokhoz, mert ugye az új nemzedékhez, meg talán, mint hogy a Voyagerhez is, bár nem vagy most nem emlékszem hirtelen, hogy ott, ott az is új új szinkront kapott -e, de azt tudom, hogy az új nemzedék az, az valami botrányosan hányadék volt, az, az, én nagyon-nagyon rosszul voltam. Úgyhogy nekem, nekem ez egy kicsit így furcsa volt, hogy, hogy ezt így megmerték tenni. Ebből a szempontból viszont, mielőtt ugye nagyon rossz az új szinkron, ezért lehet, hogy nem bánom annyira, hogy, hogy eltávolították a kínálatból, de te függetlenül azt, hogy nem tudom megnézni, amikor akarom az eredeti sorozatot, vagy az Enterprise-t, vagy a Deep Space Night, esetleg a Voyager-t, az, az nekem egy iszonyatosan nagy fájdalom, mert, mert ezek mind, mind érdekeltek. Van, jó, az Enterprise-nak valóta a harmadik év közepén voltam, azt sem tudom, hogy hol az Istenbe tartottam már nem is fogom megtudni valószínűleg. azért is sorozatot pedig már olyan régen láttam, hogy, hogy szívesen újra néztem volna, nyilván, hogyha időt is tudok rá szenni. Ami eddig nem tudott megtörténni, és hát akkor ezek után most már nem is fog ezen a platformon megtörténni, ami, ami megint csak egy ilyen hát csesszétek meg. Deep Space Nine is egy olyan kategóriás produkció volt, aminek megnéztem a pilotját, nekem relatíve tetszett. Én, én élveztem, szeretem azt a sorozatot is, és mégsem jutottam odaig, hogy elkezdjem nézni. Vagy, Voyager ugyanaz a kategória, lekerül a kínálatból, és innentől ez pedig ott, ott, találom magam, hogy hát köszönjük szépen, nemesen. De azért fizes továbbra is a havi díjat, mert, mert, mert azért kapsz érte kontentet. Igen, nem csak olyan kontentet, ami engem abszolút teljes mértékben hidegen, hagy, nem érdekel, hogy 100 film lekerül, meg 100 film visszakerül, amikor engem egy bizonyos sorozat érdekel, vagy éppen egy sorozatot nézek az adott időszakban, akkor pont le fogom tolni azt, hogy hány film kerül le, vagy éppen megy föl újra a szolgáltatás. Tehát nekem ez nem ad plusz kontentet hozzá, ugyanúgy, mint ahogy a Max esetében is rengeteget panaszkodok, amiatt, hogy a Discovery-nek közvetlenül rettentően hatalmas lett a content dumping, de ettől függetlenül engem ugyanúgy nem fog érdekelni a kínálata, meg a felhozatal, és én ugyanúgy nem tekintem azt, hogy, hogy ide mennyi, mennyire sok minden kerül föl, amikor engem ezekből semmi az engem nem tud érdekelni. Mi állhat -e ennek a dolognak a hátterében? Nos, nyilván Közrejátszott az is, hogy akár Magyarországon nem nagyon nézték a Star Trek sorozatokat a streaming platformon, ez sem benne lehet a, a dolognak a képében. Az is benne lehet, hogy el akarják adni a Star Treknek a jogait, és úgy gondolták, hogy mivel nem tudják, hogy kihez kerülne, meg hogy mi lenne vele, ezért lehet, hogy nem akartak vesződni a különböző papírmunkával, hanem inkább megvárják azt, hogy mi lesz az egész dolognak a helyzete. És hát nyilván ugye azért rettentő szempontból közrejátszik az is, hogy a Paramount elkezdett tárgyalni a Warnerrel, hogy esetleg a max beolvasztanák a Paramountnak a kínálatát, ami a zseniálisan fasz dolog lehetett volna, akár nagyon jól hangzott, iszonyatosan kíváncsi lettem volna erre a platformra is, egészen addig, amíg nem érkezett ez a bizonyos bomba hír, hogy a Skydance, akivel úgy döntött Sheryl Ledstone, hogy mégsem lesz üzlet, ő visszakerült a képbe, sikerült megegyezniük, ők, elfogadta a tanács, és minden igazából arra utal, hogy, hogy ebből az alkuból valóság lesz, és a Skydance megkaparintja a Egyetlen egy apróság van, ami, ami talán útját szeketének az egész alkunak, bár én e felől ezt teljes mértékben kizártnak tartom. Azért, mert ugye 45 napja van a Paramountnak, illetve pontosabban benne vagyunk ebben a bizonyos 45 napban, hogy a Paramount találhat magának egy új gazdát, aki hajlandó lenne kiperkelni ezt az összeget. Viszont abban az esetben, hogyha a Skydance S alkutól elállna a Paramount, abban az esetben a Paramountnak 400 millió dollárt kellene fizetnie a Skydance felé, kárpótlékul, vagy kártérítésül, kárt és azért az egy hatalmas összeg, amivel legjobb tudásom szerint a Paramount nem rendelkezik. Még akkor is, hogyha eladja különböző eszközeit, vagy különböző csatornáit, amit egyébként elvégben meg is tehet, hiszen hogyha el is fogadják az alkot, és minden, minden a tervek szerint halad, akkor is 2025 előtt ebben nem lesz ebből a felvásárlásból semmi az égett a világon. Sőt, 2025-nek sem biztos, hogy az első fél évében fognak megtörténni majd ezek a dolgok. Úgyhogy Skynet meg egy nagyon-nagyon csábító ajánlatot tett, plusz azért náluk közrejátszik az is, hogy, hogy Sokat dolgoztak a paramount tehát elég jól ismerik a stúdiónak a működését, meg a különböző helyzeteit felteszem. Illetve hát nagyon sok olyan apróság van, ami arra utal, hogy a Skydance-nél jobb kezekben lenne mondjuk egy Paramount, mint mondjuk a Sony esetében. A Sony egy kicsit veszélyesebb terep tudott volna lenni, nagy valószínűséggel eladtak volna mindent, amit, amit lehet, és helyette ami megmarad, abból próbáltak volna valamit felépíteni, vagy még esetleg annak is bizonyos részeit kiliszenszergetni különböző helyekre. Én ilyen dolgot tudtam volna elképzelni. Most azáltal, hogy van ez. 45 napos ablak, nem hiszem egyébként, hogy, hogy, hogy ott állnának sorba a különböző cégek, akik fel akarnak vásárolni a paramontot, tehát én nem hiszem azt, én fizikális képtelenségnek tartom azt, hogy ebben a 45 napos ablakban, ami körülbelül augusztus közepe végéig fog tartani, ebben bárki is felálljon és azt mondja, hogy gyerekek, ez itt kell nekünk. Tehát én, én ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy, hogy, legyen ilyen, lehet, hogy lesz ilyen. Abszolút benne van a pakliban, miért ne? Csak én nem hiszem azt, hogy ez, ez ténylegesen megtörténhet, mert azért mégiscsak 400 milliótól lehet valakinek ki kell perkálnia a Skydance felé. Tehát én, én szinte már borítékolom azt, hogy ebből, ebből egy Skydance üzlet lesz, és azt is, hogy a skydance ugye vannak technikai fejlesztési lehetőségei, Ergo még a platformot is tudnák jobbá tenni, viszont ezek a stratégiai tárgyalások, illetve az, hogy megállhattak felteszem, az hbo való egyezkedések, ezek megint csak arra utalhatnak, hogy valami készül ott a háttérben, valami, amiről egyébként valószínűleg senki az égéti világon nem tud, de valami tuti biztos, hogy készül ebben a bizonyos háttérben, mert lehet egyébként, hogy tudnak majd vásárolni, lehet, hogy majd egyébként úgy döntenek, hogy a Sky Show mint platformot fogják befejezni Magyarországon, és inkább elindítják a, a Paramount Plus. Simán benne van ez is akár a pakliban, meg még nagyon sok minden más is benne van egyébként a pakliban. Én nem hiszek ezekben a sztorikban, meg nem hiszek ezekben a végkifejletekben. Szerintem tök egyértelmű hogy, hogy mi fog majd itt történni, és hogy milyen gyorsan bekerülünk majd ebbe a bizonyos köztudatba, amit majd az új Paramount fog tudni nyújtani. A dolognak a másik pikantéria, és igazából ez egy másik olyan aspektus, ami miatt én egyáltalán nem értem ezt az egészet, az az, hogy ha jól tudom, akkor ez az öt sorozat, amik, amikről korábban volt szó, ezek mind elérhetőek a Netflixen. Tehát nem fosztják meg feltétlenül a magyar nézőt, csak a szinkrondal fosztják meg, hiszen a Netflixen nincsen fönt semmilyen nyelvi variánsa ennek a, ennek a történetnek. Hát igen. Azért nem rövid Star Trek sorozatokról beszélünk, tehát rettentő mennyiségű epizódról beszélünk. Mindegyik, mindkét sorozat, szerintem legalábbis a, a Voyager is, meg, meg a Deep Space Nine is mind, mind a kettő ilyen 7 évados sorozat volt, tehát ilyen 140-170 rész közt tud generálni nettó Az már önmagában minusz, minimum 300 epizód, meg még azért 98 epizód, de 4 év alatt elkészült talán az Enterprise-ból. Tehát több mint 300 epizódnyi Star sorozat került le az elmúlt néhány hétben. A Skyshot M amik úgy néznek ki, hogy nem fognak visszakerülni egy hamar. És hát ugye nyilván előfizető oldalon még az is tudja nehezíteni, vagy árnyalni a képet, nem tudom, ki melyik kifejezés szeretné jobban, vagy szereti jobban, de azért szögezzük le, hogy a Sketch nem hemsegnek a premierek, nem érkeznek új cuccok, illetve az is, ami érkezik, az is hasonlózat akkor hetente, ha pedig, ha pedig film, akkor meg valamelyikkor a késéssel a külföldi bemutatókhoz képest. Nagyjából így fest a dolog. Ez nyilván önmagában még nem feltétlenül pozitív vagy negatív, de mindenféleképpen egy elég kínossá tudja tenni az előfizetői oldalról a bizonyos nézőpontunkat. Ráadásul a legtöbb olyan produkció, amiket licenszelnek, és ugye megtalálható a kínálatban, azok általában mind, majd nem szinte mindegyik lengyel sorozat, illetve ugye ők is nyilván ugye a díjat fizetik ki a különböző szolgáltatóknak vagy tulajdonosok számára, és hát nyilván saját maguk felé is ki kell fizetniük ezeket a bizonyos licencdíjakat, amikor, amikor feltesznek, műsorra tűznek egy, egy bizonyos produkciót. Ennek is megvannak a maga pozitív és negatív Ennyi, tehát mondom simán benne van az is, hogy elkezdtek tárgyalni a warner de közben látották őket, mert hogy közben megtörténik ez a felvásárlás, miközben nem történik semmiféle fejlesztés ezen a területen. Tehát simán lehet, hogy azért nem került vissza, mert hogy ilyen típusú okai vannak, nem hiszem, hogy azért, mert hogy annyira fejleszteni szeretnék a felületet, hogy hiányoznia kellene a kínálatból, úgyhogy szerintem ez is közre játszhat. Tisztában vagyunk azzal is, hogy azért is lekerülhettek ezek a produkciók, mert hogy nem nézték el, a stúdió pedig úgy nem akarja fizetni jelenlegi anyagi körülményei között azt a fajta nézettséget, vagy helyzeted, vagy szint, ahol ahogy ezek a produkciók termeltek, vagy ahogy, ahogy szerepeltek. Ez megint csak egy olyan dolog, amivel az égéti világon szerintem semmi probléma nincsen, de nyilván sokan hőbrögnek amiatt, hogy de hát csak a Star Trek miatt fizettek elő, hát én magam is azok közé tartozom, akik csak a Star Trek miatt fizettek elő, ez eszemben ehhez képest meg volt fél Grimm sorozat, meg volt a Ted című sorozatnak az első fele, és nagyon sok olyan produkciót nézek, ami, ami egyáltalán nem az, amit, amiért én előfizettem erre a csatornára, de hát ugye ez nyilván embere, embere, válogatja. Mert azért a túlnyomó többségtől még csak azt halljuk, hogy tök jó, meg tök szupi, meg mit tudom én, micsoda, de azért legyünk teljes mértékben őszinték, nem a legjobb kínálata rendelkező produkció halmaz az, ami ebben a bizonyos státekbe beletartozik, vagy világba, a Miskás utánhoz tartozhat. Biztosra veszem egyébként, hogy, hogy ez lehet, hogy csak papírmunka, lehet, hogy jogi munka, lehet, hogy egy kicsit mindkettő, lehet, hogy egy kicsit tényleg úgy van a után, hogy nem éri meg nekik megvenni a jogokat, emiatt nem kerülnek vissza a kínálatba, ezek, ezek mind, mind terítéken lehető válaszok. Nyilván, mivel nem látunk be a kulisszák mögé, de nem fogunk tudni erre az iszonyatosan izgalmas és formabontóként se válaszolni. Mindez annak, annak fényében kicsit azért még bosszantóbb, hogy tavaly ugye úgy döntöttek, hogy a protosztálynak a második évadát, ami már dobozban van, és már elkészült, és már tényleg műsorra lehetett volna akár tűzni. Ennek, ennek nem fogják bemutatni a második évadát. Szerencsére jött a Netflix és megmentette a szériát, mi pedig megkaptuk minden idők egyik legjobb 20 perces animációs történetmesélési struktúrájával felépített csodáját, amit a Protosztár második évadaként ismerünk, vagy apostrofál az anyunk. És ez mennyi csak azt mutatja be, hogy mennyire rossz döntés a startekesek oldaláról az, hogy vonakodnak attól, hogy különböző akár ifjúsági, akár ilyen típusú történetmesélési bravúrokat felvonultatni tudó széria debütálni tudjon akár a platformoknak, a van akár bárhol máshol. Nyilván közre az is, hogy ott kevesen nézték meg, és gondolták, hogy a Netflixen többen, akkor majd ők biztos, hogy többet fognak fizetni a különböző gyártási költségekért, és ezáltal lehet, hogy meg tudott térülni nekik az egész produkció, ergo nem biztos, hogy annyira veszteséges lesz, mint amilyenként körül volt írva, ami szintén egy nagyszerű dolog lenne. Egyébként szerintem. Most pedig Íg, ami, amit még mindenféleképpen szeretnék elmondani, az az, hogy uh, a Sky Show nagyon sok szempontból lehet támadni. Nagyon sok szempontból lehet utálni. Tényleg az egyik legrosszabb Magyarországon elérhető streaming platform. Jójózik benne a content, nem tudod nyomon követni, nincs kiírva a premier, nincs kiírva azt, hogy milyen nyelven elérhető az adott termék. filmközben film közben oké okay, és a dolog, de még ott is szokott megakadni, néha ott is szokott befagyni akár a kép, vagy, vagy csak szimplán nem annyira összezavarodik, hogy nem tudja, hogy hol van. Mert, mert velem ilyen, ilyen dolgok is mind-mind Fordultak. Úgyhogy ezek, ezek, teljes mértékben benne vannak a bakliban. Nyilván még egyszer mondom, szeretném gyorsan összefoglalni, hogy szerintem ami közre játszhat az az, hogy vagy azon a környéken nincsen egy olyan személyiségtípus, mint akivel ő jobban tudná lenni, vagy a másik aspektusa az pedig az, hogy egy repülő épített egy járatot, amivel, vagyis a repülő járattal el fognak tudni szökni innen, vagy el tudnak menekülni innen, ennek érdekében pedig csak pár métert kellene megtenniük. Tehát ez abszolút, abszolút benne van ilyenkor a, a levegőben. Persze az is lehet, hogy simán csak egy stratégiai váltás fog következni, bár el nem tudom képzelni, hogy ha kiveszed a húzó nevedet, miféle stratégiai váltás lehet benne. Persze ne zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a Universal úgy gondolta, mivel a Paramount helyzet annyira bizonytalan lehet, hogy esetleg megvariálják ezeket a dolgokat, erről sehol nem lehetett olvasni, tehát nem hiszem, hogy ez, ez, a partnerség ez így fel tudna bomlani, vagy felbomlana most éppen, de a lehetőség az természetesen ugyanúgy adott, mint, mint bármi másnak. Ergo nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a Paramount és a Universal hát kegye vagy frigye az hamarosan Véget fog érni. Persze ebbe, ebbe, az egy kérdésbe tényleg ne legyen soha büdös életben, igazam, mert én nagyon szeretem ezt a platformot. Figyelembe bevő azt, hogy a Universalnak és a Paramountnak a kínálatát is el tudják hozni, és hogy rengeteg a klasszikus rajta, még hogyha nem is feltétlenül mindegyik kap uh, szinkront, de ami kap, az általában hála az égnek, igyekszik a klasszikus régebbi szinkronnal érkezni, mint például a Beverly filmek is az eredeti szinkronokkal kerültek fel a streaming platformra. Azt szerintem a kísérletezés pontosabban a lehetőség annak, hogy ez egy jó platform lehessen, és hogy jó legyen a kínálat, jó legyen nézni, jó élményt tudjon nyújtani a nézőnek, az ott van, csak éppen ez a viszont és mögötti botrányos helyzet, hogy nem tudják, hogy mire számítsanak a magyar piasztól, nem tudják eldönteni azt, hogy egyáltalán nem, abban sem, abban sem biztos, hogy ez áll a dolog hátterében, hogy nem tudják eldönteni, mi az, ami kell a magyar piacnak. Lehet, hogy tényleg arra van szó, hogy ők abban hisznek, hogy rotálni kell a kontenteket, és hát ugye minél kevesebb új és friss tartalmat fogunk kirakni, annál jobban fog dögleni értünk a nép. Persze ez is benne lehet, el nem tudom képzelni, hogy ez milyen univerzumban létezhetne, mint, mint elképzelés, vagy mint működő gondolat, de simán, simán benne van az is a pakliban, hogy, hogy ők tényleg így gondolkodnak erről az egész kialakult helyzetről, és hogy ez áll az egész uh, hátterében. Én szeretnék tovább is mondom bízni abban, hogy hogy egyáltalán nem erről van szó. Szeretnék hinni abban, hogy, hogy ennél a helyzet egy kicsit könnyedebb, és hogy ez majd meg fog oldódni. Biztosan veszem azt, hogy a Paramount körüli helyzet az, ami ami ott lebeked az egész dolog mögött. Nem tudom azt pontosan, hogy ki fizeti a licenzdíjat, hogy miért fizeti a licenzdíjat, mennyi lehet egy magyar piacra való licenzdíja, mondjuk egy startup Pláne, de, de nem sok értelmét látom, Teh tehát szerintem ez itt, ez itt nem egy administratív dolog, hiszen azért még csak új szinkront készítettek némelyikhez, ami azért nem egy olcsó dolog. Ebből kifolyólag pedig én abszolút nem tartom túlzottan valószínűnek azt, hogy itt az egész dolog hátterében valami olyan állna, ami mondjuk merjük, neve, merjük, nevén nevezni a gyereket, egyszerűen tönkre tudja tenni akár az egész platformba vele vetett hitünket, vagy vehethető hitünket. Mert simán benne van az is, hogy, hogy tényleg itt a Paramount körüli botrány, nem botrány, mert ez nem botrány, hanem ez a fél éves az eladásuk környékén az, ami, ami közre tud játszódni, mert simán benne van az is a bakliban, hogy nem látják sok értelmét annak, hogy csak a szártak sorozatoknak a licenszdíját, ha ők már tudnak valamit, vagy úgyhogy nekik az a stratégiájuk. Simán benne van az is a pakliban, hogy ők csak így próbálnak pénzt spórolni, mert egyik fölösztárt sorozatoknak a licenszdíja nem olcsó, és lehet, hogy a magyar piacon meg nem éri meg föntartani ezeket a, a produkciókat, és lehet, hogy nekik jobban megéri rotálni pár havonta ezeket a produkciókat. Azért egy hét évados sorozatot egyébként nem olyan egyszerű végignézni két-három hónap alatt, amit tudnánk azt, hogy mennyi ideig kerülnek vissza ezek a produkciók a kínálatba. Nagyon sokszor játszák ezt, hogy egy hónapig fön van, egy hónapig nem van, etc., etc. Nyilván azért ez általában inkább ilyen három hónapig lent van, a fölkerül három, három hónap a szententről megillet kerül, és inkább, inkább ez a fajta tendencia, amit, amit egyelőre a SketchUp nem követ. Nyilván nem feltétlenül lehet ezt így azt mondani, hogy ez csak a Paramountnak a kínálatára igaz, mert a Univerzálnál ugyanúgy megtalálható, ugyanúgy megtelt, hiszen a Grimm is például egy Univerzál sorozat. Logikát én nem látok abban, hogy miért került le a sorozatnak a második fele, vagy miért került le csak a fele, miért nem kerül le akkor az egész. Se, semmi, semmi értelmét nem látom, hogy, hogy mi alapján hosszabb. Jó, nyilván azért az is közrejátszott, hogy nem tették ki egyből az egész sorozatot, tehát lehet, hogy a szezon első felére azért sikerült még időben meghosszabbítani második felére meg már nem, vagy, vagy valamilyen okból kifolyólag, Á, én nem tudom, hogy mi állt itt a dolgok hátterében. Egy dologban vagyok teljesen biztos, az pedig az, hogy a Sketchotem helyzete egyáltalán nem rózsás, és azáltal, hogy kivették a fűsorozatukat, az, az végképp erre, erre utal, hogy valami, valamit nagyon nem okés. Ugye tavaly a Paramount Plus elszkaszált a prodigy a protosztának a, második évadát, ami már ugye dobozban volt, készen volt, ezt a Netflix hálózatnak megvette műsorára, Magyarországon nem, nálunk majd augusztusban fog érkezni a Protoszter második évada a Sketchotem kínálatába, ami szinte egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy akkor a Netflix miért nem globális jókat vett meg, miért veszi meg a magyar Sky Show Time egy a Paramount Plus, tehát az anya csatornája által elkaszált sorozatnak az új évadának a liszenszelését, mi az ördög áll az egésznek a hátterében. Abban sem, hogy most már teljesen biztos, hogy kikészített a szinkron, mert az, hogy a Netflix készített a syncron, az egyáltalán nem biztos, hogy tényleg ők készítették a szinkront, lehet, hogy a Paramount megbízásából készítették, lehet, hogy közösen készítették az egészet a szinkron. Szóval, hogy, hogy nem igazán tudom hova tenni ezt, a, ezt az egész helyzetet, nem értem azt sem. Tehát nagyon sok tehát igazából a Star egyébként megtaláltak ugyanúgy a Netflix kínálatában, mint, mint ahogy korábban, csak nyilván ugye nincs rajtuk nagyon sok magyar specifikáció. Nem tudom, hogy felirat, mint hogyha talán az lenne rajta, de a szinkron az egészen biztosan nincs, az csak a Sky Show time felkerült verziókra van. Először azt hittem egyébként, hogy, hogy azért kerül le, mert hogy annyit hőbörögtek az emberek, hogy fú, hát ez minősítetlen, hallgatatlan, élvezhetetlen szinkron, ami, amit csináltak, és inkább megpróbálják beszerezni a régi szinkron az eredetit, és majd miután azt sikerül beszerezni, akkor utána majd visszarakják mert lehet, hogy menet közben meg megtaláltuk egy csomó szinkronot, ami, ami tételezik fel, hogy eltűnt. Nem hiszem egyébként, hogy eltűnt volna, de most tételezik fel egy az egyszerűség meg a hogy, hogy, lehetséges, hogy valami ilyesmi által. az egésznek a hetterében, és majd akkor utána idővel majd vissza fog kerülni. Hát ez szemben nagyon-nagyon nem úgy néz ki, hogy ez a helyzet állna fel, hanem itt valami egészen más suskus lehet a dolgok hetterében, meg tényleg az, hogy a protosz második itt fog debütálni, és nem a Netflixen debütál nálunk. Az is csak egy is újabb ilyen ismétlődő gyanús elem, hogy mi az ördög történik itt. És ezek persze nyilván olyan dolgok, nem lehet, vagy nem tudunk, vagy nem szeretnénk igazából választ adni, mert annyiféleképpen és annyiféle irányba el tudják majd vinni ezt az egész szituációt, hogy lehet, hogy igazából a nincs is semmiféle probléma, csupán úgy ítélik meg, hogy a magyar közönség nem nyitott a Trek-re. Most, hogyha én is szeretnék így szeretnék nekilódulni ennek a témának, és ez lenne az alapvető felfogásom. Meg tudom érteni, én abszolút nem vagyok meggyőzve arról, hogy Magyarországon annyira nagyon sok Star lenne, de abban is teljesen biztos vagyok, hogy azért sokkal több Star rajongó van, aki szívesen újra nézni, vagy lenne majd jövőbeli Star amennyiben ezek a húzó címek, ezek elérhetőek lennének a streaming platformok a kínálatában, mint hogyha folyamatosan lekerül, vagy hogyha ez hónapokig akár nem is kerül vissza, nem is tervezik egyáltalán visszarakni, és igazából ez az aggasztóbb történet. Mert hogyha nem is tervezik azt, hogy ezek a a sorozatok vissza, visszakerüljenek egy hamar, valószínűleg még csak potenciális nézőket fognak elbukni, mert pedig a Star Trek franchise egyáltalán nem egy bukott fejszennyele, hiszen tervezik tovább is a negyedik részt, ami valószínűleg meg fog történni, a Starfleet Akadémia az hamarosan ugye produkcióba fog állni, már szinte majd, nem befejezték talán a forgatását, vagy, vagy valamikor nyár végéig befejezniük, a, vagy már is fejezték ki igazából, a, sőt, szerintem be is fejezték már a forgatását, az különös új világok harmadik évadának, a negyedik évad az pedig majd januárban indul neki, ez is majd valamikor jövő éve fog majd műsorra kerülni. Remélhetőleg ott a harmadik és negyedik évet között egyébként nem kell olyan nagyon hosszú szünetet számítanunk. Nyilván azért a sztrájk az elég keményen betett, hiszen akkor kezdődött a színész sztrájk, vagy az írósztrájk, vagy mindkettő, amikor, amikor az, épp produkcióba állt volna, úgyhogy, úgyhogy velük nagyon-nagyon sikerült kicseszni, és itt ezért jön be a történetben ez az ultra hosszú szünet, mert azért kell egy év, amíg, amíg megcsinálják ezeket a Star Trek sorozatokat. És egyébként ez, ez, majd egy másik nagyon izgalmas téma, amit valószínűleg jövő héten szeretnék kibeszélni itt a BMW Shorts-ban, hogy egy rövid évad az, az jó évad, vagy nem jó évad. Nekem nagyon vegyes hogy a megítélésem ezzel kapcsolatban, és például nagyon sok olyan sorozat van, ahol én a tíz epizódot abszolút nem, érte, nem értékelem sorozatként, nem szeretem, nem kedvelem ezeket a nagyon rövid évadokat, de közben meg vannak olyan produkciók, amik meg tökéletesen elégedett vagyok azzal, hogy ennyi van belőle, és nem több, és tökéletesen korrekt élményt tud nyújtani. Meg persze vannak azok a nyolc részes sorozatok, amikre azt mondja az ember, hogy hát basszus, ez másfél évveles filmbe is el lehetett volna mesélni ezt a történetet, és garantálom, hogy sokkal, de sokkal jobb lett volna az egész. Szóval igazából a licenszerés mögött simán benne van lehet az, hogy a Paramount körüli kialakult helyzet áll. A háttérben lehet, hogy amikor ez tisztázódik, mondjuk ennek a 45 napnak a végén, és eldől az, hogy a Skydance meg fogja kaparintani a paramount akkor lehet, hogy vissza fog kerülni, mert akkor lehet mert nem lesz ilyen liszenszelési probléma. De ami, ami szerintem tényleg nagyon érdekes az az, hogy a Netflixen elérhető, tehát a Sky Show eddig sem volt exkluzív a szerződés, és igazából bárhova nyugodtan kiliszenszelhetik, ami tudná fedezni azt, hogy a Sky Show Time kínálatában meg elérhető legyen, vagy maradjon a jövőben is. Úgyhogy nagyon faramúci szerintem ez a helyzet, és nagyon-nagyon nehéz megindokolni azt pontosan, hogy vajon mi, mik azok az összetevők, amiknek köszönhetően a csatorna húzósorozat, sorozat, a húzó produkciója, az, az, csak úgy egyik pillanatról a másikra eltűnt. A kínálatból, meg a felhozatalból, mert sok értelmét nem nagyon látom nézői szempontból, jó, de még nézői szempontból semmire nincs értelme, ami a Sky Timehoz kapcsolódik szerintem. Azt a szintű content rotációt, amit, amit ők művelnek, hát tényleg arra nagyon-nagyon őszintén egyetlen kifejezést használni. Content. És, és, ez aggasztó, mert nem filmekről beszélünk, még nem sorozatokról beszélünk, hanem, hanem ők tényleg, én azt érzem ezzel a rotáció által, hogy, hogy ők számomra tartalmat biztosítanak, ők döntik el, hogy mikor és hogy milyen tartalmat biztosítanak a számomra, én meg vagy hőbörgök, vagy nem fizetek elő a platformra, és igazából egy ilyen nagyon vegyes turmixot tud biztosítani számomra a Skás mind gondolat, mind pedig fizikális mi voltából vagy szintjén, ami, ami szerintem ez egy nagyon értetetlen dolog. Egy kicsit, kicsit én azt érzem ennél az egész mint mintha mint hogyha nem kerülne fel mondjuk, az HBO-ra bármely, vagy a Maxra ra bármelyik HBO sorozat. Körülbelül olyan szintű veszteségnek érzem azt, hogy nincsenek fönt ezek a sztárok sorozatok, és az, hogy tele vagyunk a lengyel sorozatokkal, amiket valószínűleg gyanítom, hogy az égét senki nem néz, még, még viccből sem feltétlenül, de ugyanúgy, mint a Disney Plus kínáltából is tudnak azért, és akadnak ott is hiányzó produkciók, de ez mégis a Doktor Csont például kezdetektől fogom megtalálható. Föl van mind a 12 évad, ami ott elindult a streaming szolgáltatás Magyarországon, az égét senki nem panaszkodik rá. Ez a szemben az első még mindig nincs fenn a teljes és franchise, az első 20 évada, nincsen fenn a különleges ügyosztálynak az első 19 év talán, de lehet, hogy annak is már 21, 21 23-ig van talán most fönt. Szóval, hogy ott is, ott is eltűnt egy csomó dolog. Egyszerűen nem érzem azt, hogy ez kés lenne egy húzó év. A Yellowstone nem hiszem, hogy rendelkezik annyi epizóddal, amennyiért megérni a hosszú fenntartani az elfizetést, és annyira sűrű, meg annyira sok térségen sorozat meg nem érkezik, hogy az ember folyamatos elfizetője legyen ennek a platformnak, és szerintem ahhoz még egy kicsit drága is, hogy, az ember fenntartsa ezt az összeget. Tehát mi, akik a kezdetek kezdetén elfizetünk és még 400-500 forintért megkapjuk jelenleg a streaming szolgáltatás reklámmentesen. Mi összetehetjük a két kezünket, és azt mutatjuk, hogy igazából ez még így is meg tudja érni, mert még így is tudunk rajta néha, néha napján találni olyan produkciókat, amiket érdemes megnézni, vagy amiket szeretnénk megnézni, de te függetlenül attól az még egy bazi nagy hiányzó dolog lesz. Hogyha mit hogy szeretném megnézni a Grimnek a negyedik évadát, akkor nem fogom tudni megtenni, mert már lekerült a kínálatból. Ugyanez igaz bármelyik Star Trek sorozatra, ami már nem elérhető a streaming szolgáltatónak a kínálatában. Egyébként nem tudom, hogy kiemlékszik rá, de néhány hónap ezelőtt lekerült az összes film mint mind a 10-11, 10-13 film, vagy mennyi van most már belőle, ez az, is lekerült, aztán visszakerült, csupasz piszta filmek is lekerültek, visszakerültek, tehát Beverly is már fönn volt, lekerült, visszakerült, tehát hogy, hogy a rotáció az, az oké, okay, meg az megvan, csak hogy mellette én nem érzem azt, hogy, tehát nekem hiányzik az állandóság. Az állandóság érzete hiányzik azt, hogy bármikor foghatom magam, és bátran gondolhatok egyet is megnézhetem. És a Sky még az is egy brutálisan nagy és komoly dolog, hogy az összes többi azért, azért, az ember úgy mer azt mondani, hogy fél évig ez a Mondani, ez biztos, hogy fönt lesz, de a kell nem merem azt mondani, hogy egy hónap múlva is föl lesz ugyanaz a tartalom, ami, ami, ami engem most nagyon-nagyon érdekel. És emiatt van bennem egyfajta rettegés, de most már elkezdték ugye kifelé licenszálni a különböző filmjeiket is. Aztán ki tudja, hogy, hogy ez hova fog vezetni. Tehát, te simán benne lett az a pakliban, hogy a Sky Show Time nem lesz egy kimondottan hosszú életű sorozat, vagy öm, szolgáltató. Simán benne van az is, hogy onnantól kezdve, hogy ezt 2025-ben átveszi a Skydance, tételezzük fel, hogy, hogy nem fog bekavarni senki semmi ebbe az üzletbe, és megérkezik a Skydance, és átveszi, és ők azt mondják, hogy figyú, jó volt ez a biznisz, amíg, amíg volt nekünk Európában, de mi nem szeretnénk Time-ban gondolkodni, mi a Paramountot, mint brendet szeretnénk a következő szintre emelni, és megszüntetik a szolgáltatásukat Magyarországon, vagy kivonulnak a Skyshotemból, mint Paramount, és onnantól csak csak univerzálnak a kínálta lesz elérhető, ami vagy elég, vagy nem elég. Ami vagy folytatja ugye ezt a fajta rotációt, vagy nem folytatja ugye ezt a rotációt. Szóval nagyon sok kérdőjel van jelenleg a Paramount házatáján, és ezek mind-mind közrejátszhatnak abban, hogy miért akarhat, fent, vagy kerülhet egy ilyen, legyen köszönjük, ez elég komoly probléma a nézők, előfizetők orra elé, mint hogy eltűnik a húzó cím. Te hogy vagy vele? Hova? Mit, mit, gondolsz, mi történhetett a Star Trek Mikor fognak visszakerülni? Vissza fognak -e egyáltalán kerülni? Lesz-e még Sky Show Time mondjuk 2026-ban? Még talán 2026 az még talán egy elérhető év hát a 2025 vége felé veszik át, talán talán 2026-ban még lehet, de 2027-ben lesz-e még Sky Show Time. Vajon számodra megéri -e előfizetni rá, vagy az inkább ilyen évet egyszer egy hónapig, mivel nagyon kevés a friss content, és amikor kifutott egy olyan sorozat, amit téged érdekel, akkor esetleg beadod a 2000 forintot, és befizeted, és akkor megnézed, és akkor számodra annyi volt egy évre. A Sky Show Time. hogyan viszonyulsz te a Sky showtime hogyan viszonyulsz a Star Trekhez, ez is engem nagyon-nagyon foglalkoztat, illetve érdekel. Úgyhogy beszélgessünk ezekről a dolgokról lent a kommentekben, vagy e-mailben a az esetleg a BMW Facebook oldalán, a BMW Podcast oldalon. További kellemes popkultúrában gazdag nyarat kívánok!